A mellékhelyiségbe felhelyezett kameráról készült videó gyorsan elterjedt az internetezők körében. A kukkoló eszközt felfedező fiatalok a közösségi oldalon elmondták, hogy éjszaka gyakorlatilag észrevehetetlen volt a kamera, ha nem világítottak volna közben, észre se vették volna. A lányok miután észrevették a rejtett eszközt, azonnal jelezték a többi szórakozónak, hogy ne használják azt a mobil WC-t. Ezt hallva a kamerát állítólag felhelyező férfi le is szerelte a kukkoló eszközt, mert hamar eltűnt az illemhelyről. A fiatalok feljelentést tettek a rendőrségen, a szolnokiak is megdöbbentek az eseten. Nekem erről az a véleményem, hogy egy részről ez nagyon aljas dolog, aki ezt megcsinálta meg, a másik dolog az, hogy egyáltalán hogy tudta megcsinálni. Tehát milyen ennek az egésznek a védelme, milyen ennek a szervezése, meg egyáltalán, hogy juthatott el odáig, hogy ezt beletegye, vagy hogy oda tegye. Egy arra járó fiatal férfit is megkérdeztünk a téma kapcsán. Nem normális. Az ilyen, hát most kamerával figyelni WC-be. Egy idős hölgy is felháborítónak találja az esetet. Szerinte a kamerát elhelyező személyiségi jogokat is sérthetett. Az nem helyes, meg az nem is szabályos szerintem, hogy a WC-be, mert hát azért valakit a WC-be kamerával nézni. Nagyon sok rossz indulatú, meg rossz gondolatú ember van sajnos az utóbbi időben. A szórakozó hely is értesült az esetről, ismeretlen elkövető ellen megtették a feljelentést.